Az Ivo Andrićot ábrázoló szobrot maga Emir Kusturica rendelte meg Antal Mihály Szabadkai öntőnél. Azért esett erre az öntődére a választás, mert készítette itt már Andrić szobrot, amely ma is Belgrádban áll az egyik köztéren. A rajzok és a sablonok megmaradtak, így a híres rendező rendelését gyorsan ki tudta elégíteni az öntöde. Mi volt a legnagyobb kihívás az alkotás elkészítése során? A legnagyobb kihívás az akkor történt meg, mikor fölhívtak minket Kamengrádból, vagyis hát Boszniából. És jelezték nekünk, hogy fölállítva lesz még egy szobor, amit én készítettem már egyet Beográdba, az Andrićev Vénacra, az 91-ben történt meg. Én azóta őriztem a mintát, és megtörtént a csoda, hogy még egy kell belőle. Megbeszéltem az embereimmel, és ők hajlandók voltak reggeltől estélig, szombat, vasárnap. Rekordidő alatt készítették el. A szobrot most szállították el a több mint 80 éves hagyománnyal rendelkező Szabadkai öntödéből Boszniába. A teherautóban lefektették az Andrić szobrot, talapzata pedig Kusturica Kamengrádjában várja.